Sziasztok! Én Atis vagyok, és ez a videó azért jön létre, hogy bemutassam az új projektet, amit már láthattatok, de készült róla egy bemutatós videó, ilyen teszt jelleggel, de a sajnos egyelőre még technikai problémák miatt nem nyilvános. Azóta egy-két átalakítás, módosítás történt is, és ez dokumentálva, illetve hát akkor még egyszer bemutatva, pontosabban bemutatva a gépet. Ebben a jó kis időjárásban, ami most van, kellemes december, hideg, köd, nyálkás időjárás. Kihoztam a Niva Cseket egyet ide nektek megmutatni. Egy 96-os égjárású, 1.7-es benzines, még karb is, Niváról van szó. Ebben a bordós színben pompázik. Hál' Istennek, az amúg sem volt rossz állapotban, bár ezt így egy 7 karosszériázás után egy jó barátom nem így gondolja, de nem baj. Az autó annyit érdemes tudni, azon kívül, hogy egy 7 karbi, 5 éve kapott egy teljes fölújítást, lakatolással, egybekötben, meg újrafényezéssel. Ami viszont hogy az idő vasfoga, meg a terep használat, mert terepen is volt használva, megtette hatását, hogy ezek a lakatolási pontok és javítások, ezek a erre a korra másodos újra javítandóak lettek. Ezáltal az alvázon, a sarkoknál, a küszöbb környékén, a sárvédő íreknél ismét kellett javítani. Ez most megtörtént. Akkor kapta ezt az alvázvédővel felhúzott, eléggé letömített, leszigetelt réteget, küszöbb is körbe, kilépő vasat megerősítve, hogy az illik. Persze minden vastagon tömítő és alvázvédő, mert hát ugye terepjáróról beszélünk. Az elején található volt egy gajtörő, amit leszerelésre került, mert megtudtam, hogy akár csak ültetett autóért, ezért is vehetnek el forgalmit, viszont kaptam információt, hogy van egy úriember, aki ezeknek a gyártásával foglalkozik, és ő talán tud majd nekem papírt intézni róla. Ezt majd a későbbiekben meglátjuk. Közben mutatom itt nektek a járművet, amit még itt történt vele. Lökhájtól lehet a fül feketére, mert már eléggé rondák voltak, meg nekem hát így tetszik. Voltak rajta ilyen fehér, de már bemattult indexek, kapott helyette szép gyári sárgát, természetesen ledes helyzetjelzővel. Modernizálás is történt az autón. Tehát itt előről hiányzik egy gajtörő, majd vágok be képeket, de két szúrófény, de megvan, csak egyelőre még pihen. Az autó finnyedése amúgy szép, tehát azt nem bántottuk. Hál' Istennek olyan ponton nem kellett bántani, ahol az esztétikát mondhatnánk. Tetőszúrófény az nagyon retro, ellenben nagyon jó fénye van neki. És mint mondtam, az autó az most csak félkész, de már mozgóképes. A belsejével még kell foglalkozni, tehát ilyen pillanatban annyit szabadulva tudni a belsejéről. Még fogok mutatni. Van meg két ülés, meg két lábtérszőnyeg. Igazából egy kábel által az is a leszmébe rakva, kábelek normál hevezetésére, ki lesz festve az egész fehérrel, lesz tíző kedvéért, szűnyeg leragasztva, szigetelés nem lesz bent, mert sajnos volt vele egy elakadásom, és hát nehezen szállt ki ebben a rossz időbe. Ez volna a beltér, hát olyan oroszos nívás minőségben megmaradt a beltér. Ugye van nekünk itt egy terepváltónk. Érdekesség az autóról, természetesen filter feljelölve, hogy melyik sebesség, micsoda, mert hát nyugati autókhoz szokván azért ez problémát okozhat. Érdekesség az autóról, hogy ugye a Niva alap esetben összkerekes, fix összkerekes, és ahhoz tudunk kapcsolni egy középső differenciál zárat, nem tengelydifi zárat,
hogy azt sokan gondolják. Egy középső differenciálzárat, amely a két tenger között differálást szünteti meg. Hát igen, itt még azért felpítők hiányosak, új üzemanyag csövek mindenhol, ahogy azt illik. Hát igen, a kéder miatt még el nem csukódik a történet. Na szóval. De ebben az autóban egy olyan osztómű van, mely lehetővé teszi azt, hogy külön kapcsolhassuk az autó hátulját, tehát alapból hátulhat az autó, és társadalmi ellentétben ennek külön takarat kapcsolni az elejét, tehát az összkereket, ami egyben zár és a középső diffit, meg hát nyilván még a felező karja van még ott, és a négy sebességes, egyelőre sebességváltó. Van hozzá, kaptam hozzá 4 darab mati sajtos Samurai felnit, utcai gumival, az majd gumik cseréje után, mert nem a legjobbak, lehet, hogy felkerül rá majd nyáron, mert nem kifejezetten off-road célra van az autó, de arra is lesz használva persze, mert mégis a terepjáró. Mivel jó állapotban szeretném megőrizni ebben az állapotban, és esetleg találkozókra elfutkozni vele, vagy csak kirakni a város közepére, 34-ig a turisták, fiatalok, gyerekek, kisebbek, mint én, de mégis vasvérűek, hogy igen, volt ilyen is, nem csak a Dacia, de aztán a lelkésztárnak kezdődik a történelem. Az autón volt egy vonóhorog is, ami egy kis javítást igényel, ezért le van most szerelve, ja, és talán leszaptam volna a végdobot, tehát most eléggé mortos hangja van neki sajnos, de közeljövőben is javításra kerül. A motorteret azt nem szívesen mutogatom, mert ott aztán tényleg semmi nem lett még csinálva, de hát nézzük meg akkor azt is. Előre szólok, ott még nem lett bántva semmi, azon kívül, hogy kapott egy AC pumpát. Ekte orosz Mirin TTCP AC pumpát. Hát igen, igen, a motortér. Nagyon nem tudom, hogy elmondani róla, pótkeréktartó, pótkerék az most hiányos. Van egy jobb hátsó fék munkahenger szivárgásom, minimális. Ezt majd hamarosan orvosolni fogjuk. Működés nem befolyásol, fékolaj nem fogy, tényleg inkább csak szivárog. Tehát kapott egy másik aksit, nem újat, csak másikat, egy erősebbet, és sajnos ennek a rögzítője ez nem jó, ehhez az aksihoz, de mivel használva van, ezért hát paraszt megoldás, de aksivédő. Itt van maga a motor, igazából tök jó indul a karbia, a Samara karbia, ha jól tudom. Hát ez is lesz cserélve. Elektromos hűtőventilátor nincs, főtengerről kényszerhűtés, ahogy ezt illik. Hát ez volna az új gép. Szerintem még fogtok vele találkozni. Esetleg bárkinek bármi kérdése van, hozzáfűzni valója. Azt megköszönöm, kommentben nyugodtan tegyétek föl, esetleg vagy keresetek meg Facebookon, Lónai Attila néven megtaláltok, Instagramon, bárhol. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha esetleg még szeretnétek hasonlókat látni, vagy a Nivával kapcsolatban bármiről értesülni, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. És ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot. Köszönöm szépen, hogy így voltatok velem. Mindenkinek szép napot. Az orosz plafonoknak kitartást, rágul a benzin. Sziasztok!